Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Mindaz, amit most az evangéliumban hallottunk, az utolsó vacsorán beteljesedett. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért, önmagát ajándékozza, és az utolsó vacsorán Jézus szeretetének legnagyobb jelét adta nekünk. A szeretet egyik nagy jele volt a lábmosás, amikor az Isten mosta a bűnös, őt megtagadó, őt cserbehagyó tanítványoknak a lábait. Mert szeretett volna közösségbe, mélyebb, még mélyebb közösségbe kerülni velük. Szeretetének másik nagy jele volt az utolsó vacsorán, amikor a kenyérben és a borban saját testét, életét adta eledelül az övéinek. A szeretet törvénye, hogy egyesülni akar azzal, akit szeret. Isten nem csak beszélt az emberekhez, nem csak kinyilatkoztatta a gondolatait a világról, az emberről, a terveit, nem csak megosztotta velük a kinyilatkoztatásban ezeket a terveket, szavakat, igéket profétáink keresztül, a szent embereken keresztül, hanem zarándok társa lett az ő népének. Úti társa volt a választott népnek, végig zarándokolta velük az utat, és még ennél is tovább ment, mert a szeretet le akarja küzdeni a távolságot, megtestesült, ő a végtelen Isten beletestesült az emberi lét korlátaiba, hogy még mélyebb, még szorosabb szeretettel, jelenléttel járhassa velünk az utat, és még itt sem állt meg, nem csak egyszerűen beletestesült az emberi lét lehetőségeibe, egy emberi testbe, ő a végtelen, mindent alkotó és teremtő Isten beletestesült a halott anyagba, a kenyérbe és a borba, hogy élővé tegye és életté tegye
örök életté tegye számunkra. És ezzel a legteljesebb egységet hozta létre azokkal, akiket szeret, ő a szeretet, egyé lett a szeretettel, azokkal, akik elfogadják az ő szeretetét, és magukhoz veszik ebben a kenyérben és ebben a borban, amely Krisztus teste és vére. A szeretet elment a végsőkig, és ez a szeretet, ez válaszra vár. Azt énekeltük a szentmise elején, hogy halad kenyér, pohár bor, egy csepp víz az életem. Ha Jézushoz elviszem, akkor ő teljessé teszi, ha neki átadom, akkor átváltoztatja, átformálja cseppnyi életemet. A szeretet egyik válasza a szeretetre, hogy felajánlja önmagát. Isten ebben a kenyérben és ebben a borban felajánlotta nekünk önmagát, egész létét, egész életét. Ha megértjük ezt a szeretetet, a mindent odaajándékozó szeretetet, akkor erre válaszként mi is felajánljuk a csöpnyi életünket minden nap, hogy rendelkezzen velünk, hogy formálja, alakítsa, és ahogyan a kenyeret és a bort átváltoztatja, hogy minket is változtasson át, szenteljen meg, alakítson az ő szentségéhez bennünket. Ez akkor kezdődik, amikor befogadjuk ezt a szeretetet, és válaszként felajánljuk magunkat minden nap, önként, szabadon, szeretetből a szeretetnek. Ebben a kenyérben Jézus az utolsó vacsorán megtörte saját testét, mert csak így lehetett kiosztani a pászkát, a kenyérben jelenlévő Krisztust, kezébe vette és megtörte. Ez a megtöretés az életünk fontos része, mindannyian átmegyünk rajta. Vannak, akik fellázadnak, vannak, akik bezárulnak, vannak, akik megkeményítik a szívüket, amikor a megtöretésre kerül a sor. De Isten azért engedi meg a megtöretés az életünkbe, hogy feltörje a kemény szívünket, hogy a benne rejlő ajándék, a benne rejlő szeretet kiáradhasson mások felé. A megtöretés fontos pillanat az életünkben. Ekkor a kegyelem fénycsóvái kiáradhatnak valamennyiünk szívéből, és elérhetik a másik embert. Ha elfogadjuk a megtöretéseket, és megértjük, hogy ez a szeretet titka, ahogyan Jézus megtörte a saját testét, hogy kioszthassa szereteteledelként másoknak, ugyanígy, ha megértjük ezt a titkot, akkor a mi megtöretéseinket is úgy fogjuk elfogadni, hogy csak ezen keresztül válunk kioszthatóvá szeretet eledelként mások számára. Az eukarisztiában Jézus a megtört ostya, a megtört kenyér. Az eukarisztiában jelenlévő Krisztus, a megtört ostyában jelenlévő Krisztus, és a megtört emberben jelenlévő Krisztus egy és ugyanaz. A szentmisében kimondjuk erre a kenyérre Jézus szavait, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek. Ő pedig az evangéliumban kimondja az éhező, a szomjazó, az idegen, a nélkülöző, a beteg, a börtönben lévő testvéreinkre, hogy amit egyel ezek közül tettetek, azt velem tettétek, vagy nem tettétek. A megtört ostya és a megtört ember Krisztusa ugyanaz. Ha megértjük Isten szeretetének a titkát, akkor a saját életünk megtöretéseit is másképpen fogjuk megközelíteni és elfogadni, és a megtört emberek életének a titkához is alázattal fogunk közeledni.
mert föld sejlik az ő életükben is, az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus és az ő élete. Adjunk hálát Isten mérhetetlenül nagy szeretetéért az Eukarisztiában. Válaszoljunk erre a szeretetre életünk felajánlásával naponta, a megtöréseink elfogadásával, és azzal, hogy közelebb megyünk segítő, szolgáló szeretettel a megtört embertársainkhoz, akikben ott van az élő Krisztus. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.